2015. szeptember 22-én fórumot tartott a Galgamentheis térsége Líder Egyesület. A találkozó legfőbb célja az egyesület elindítása volt. Az eseményen a térség településeinek képviselői mellett részt vett Szabó István Pest megye közgyűlésének elnöke is. Világpolitikai kérdések és kihívások, a menekültek és a migráció hatása Európára címmel tartott konferenciát a Magyar Önkormányzatok Szövetsége 2015. szeptember 23-án Gödöllőn. A rendezvényen szakértők és polgármesterek szemszögéből tárgyaltak a migrációs problémákról. A tömeges illegális bevándorlásról tartott sajtótájékoztatót Vécsei László országgyűlési képviselő szeptember 30-án Kerepesen. A sajtótájékoztatót megelőzően Vécsei László Szálech Nidál, szír származású vállalkozóval beszélgetett a menekült kérdéssel kapcsolatban. A június 27-i 60-i vágtáról a kartali Poyák Nikolett jutott tovább győztesként a szeptemberi budapesti nemzeti vágtára. A nagyszabású versenyen ugyancsak kiválóan szerepelt a lovaslány, hiszen 79,7 másodperces idejével az ötödik legjobb versenyző volt a vágtázók között.